Rangos megmérettetésről tértek haza szekszárdi kajakkenú SS sportolói. Július utolsó hetében rendezték meg Dániában, Szilkeborgban az Európa-bajnokságot, ahová a klub három fiatal versenyzője is kijutott. Horváth Tamás, Turgonyi Olivér és Víg Vivien három versenyszámban is vízre szállt. Tamás és Olivér párosban is lapátot ragadhatott. A versenyen szerzett élményeikről kérdeztük őket. Dániában voltunk Szilkeborgban, ahol párost mentünk K2-t, és jó reményekkel indultunk, mert jó formában voltunk, és reméltük, hogy ezért hát egy elég jó helyet sikerül megszereznünk, de a lábammal volt egy kis probléma, a gyálzsibbat, és emiatt nem nagyon tudtam futni, és ott sokszor lemaradtunk, aztán végül nem sikerült úgy, ahogy terveztük, de mindent megtettünk, amit tudtunk, de sajnos ennyi fért bele. 22 kilométert mentünk, és hetedikek lettünk párosban. 6 darab kör van, abból az elsőben nem kell futni, az utolsó 5-be pedig kell, és az utolsó kör az ilyen 500 méteres kör, és ennyi a verseny. A nagy körök azok 3 kilométerek. Turgonyi Olivér nem csak párosban, hanem egyéniben is rajthoz állt. Egyesben hát nagyon kemény volt a mezőny, 6. helyezést értem el, de ilyesmire számítottam, mielőtt elmentünk, szóval meg vagyok elégedve ezzel. Párosba pedig úgy mentünk, hogy egy érmet szeretnénk hozni legalább, vagy esetleg nyerni. Csak ugye nem jött össze, mivel a páromnak nagyon elzsibadtak a lába, és ezért a futószakaszon mindig lemaradtunk. De ezt szerintem úgy kell felfogni, hogy ez egy tanulság, hogy legközelebb erre is fel kell készülnünk, erre is figyelnünk kell. És akkor a következő verseny, hogyha esetleg a világbajnokságra sikerül kvalifikáljuk magunkat, akkor arra más több esélye indulhatunk, és akár ott nyerhetünk is. A csapatból egyetlen lányként Víg Vivien képviselte a szekszárdi színeket. A versenyt többet vártam, mert az elején volt egy kis kalamajkád, és ott sajnos nem úgy sikerült teljesíteni, ahogy én szerettem volna. Mondták előtte nekem, hogy vannak a magyaroknál ugye jobbak, rosszabbak, de hogy inkább a mezőny elejében helyezkednek el, így mind a paksiak, a kiszlivanda, mind a velem egy idősek, úgyhogy nagy reményeket fűztem ehhez az egészhez. Viszont a rajt után nem úgy jött össze, hogy én akartam, sajnos beszorultam, hátra kerültem, és a legutolsó helyről kellett előre mennem. Ezen a 19 kilométeren csak az 5. helyet tudtam elhozni, de úgy gondolom, hogy jobb versenyzés volt, teljesen kiküzdöttem magamból a legjobbat, és jobbat nem is kívánhatnék. Jámbor Attila, mint edző volt jelen a dániai versenyen, bár Vivien versenyét sajnos nem tudta élőben megnézni, a két fiú küzdelménél már ő maga is ott szurkolhatott a versenypálya mellett. Én sajnos a női egyest azt nem is láttam, hiszen elég elfoglalt vagyok itt a klub dolgaival, úgyhogy nem tudtam a hét elején kiutazni, csak csütörtökön a csapat második részével, és addigra a lányversenyzőnk már leversenyzett, és hát ráadásul pont még videón, tévében sem tudtuk nézni, hiszen a repülőn nem láttuk a közvetítést, de aztán kiértünk, és mindenki megdicsérte a kislányt, 5. helyezést ért el egyébként, ami önmagában szép, de lényeg előrébb is tudott volna végezni, hiszen egy olyan versenyen volt túl, ahol a rajt után több versenyző összeakadt, ő a mezőny közepén indult, úgyhogy sajnos belekeveredett ebbe a verekedésbe, pedig hát jól rajtolt utólag visszanézve a videót, és olyan komoly lett ez a verekedés, hogy gyakorlatilag megálltak a hajók, és elég sokáig álltak egy helyen, volt, aki bele is borult, tehát egy összeakadás, és a Vivi ügyes volt, tehát kitolatott hátra, de addigra nyilván a mezőny eleje már lényegesen elment, és hát az edzők, akik ott voltak és látták a versenyt, kifejezetten dicsérték, hogy rendkívül küzdőszellemmel rendelkezett, végig nyomta, és egész az 5. helyig fölküzdötte magát. Tehát ebből kiindulva, még visszanézve a videót, valószínűleg azért egy dobogó az teljesen reális lett volna neki. Nyilván a kislány miatt jó lett volna, hogyha sikerül dobogóra állni, és szerez egy Európa-bajnoki érmet a korosztályába. Jámbor Attila azt is hozzátette, Olivér egyéni teljesítményével megvan elégedve. Az igazi hiányérzet a fiúk páros küzdelme miatt van. Hiszen ott úgy mentünk, hogy válogatóversenyt nyertünk, és érzésem szerint jól fel is voltak készülve a fiúk, és a verseny elején úgy is látszott, hogy nem is lesz probléma. Tehát kifejezetten irányították a versenyt, jók is voltak,
és hát egy olyan probléma lépett fel, amit eddig edzésen még nem igazán tapasztaltunk, hogy az előlülő fiúnak, a Tamásnak elzsibbadt a lába menet közben, hát valószínűleg az ülés valamilyen ideget nyomhatott, vagy úgy készült, és az annyira nem jött neki helybe, hogy gyakorlatilag a teljes verseny során folyamatosan zsibbadt a lába, és ugye ebben a versenyben vannak futószakaszok is. És ők a futószakasz gyakorlatilag alig-alig tudták teljesíteni. Tehát hiába küzdötték föl magukat minden futószakasz után az első boly közelébe, egyszerűen ott annyira lemaradtak, hogy nem tudtak menni, és nyilván ez a lábzsibbadás az evezés közben is zavarta őket, úgyhogy egy ilyen óriási küzdelemmel végigvezték ezt a versenyt, és lettek hetedikek. Mindhárom fiatal sportoló javára írható, hogy bár akadályokba ütköztek a versenyek során, ők mégis kitartóan és elhivatottan teljesítették a kiszabott távokat, és igyekeztek a lehető legjobbat kihozni a bajnokságon való részvételükből.